Na most akkor átszúrom a papírtokját a fogpiszkálónak. Van olyan zajzene, ami halálunalmas is, mert semmi nem történik. Csak perceg valami órákon keresztül. És van olyan zajzene, ami kurva izgalmas, semmi nem történik, és csak perceg órákon keresztül. Ez nagyon fura dolog ugye a hangokkal. Ne is beszéljünk zenéről. Okay. Én arra kérem a Noise Flowers tagjait, kértem, és ez nagyon jól összejön, hogy minden pillanatban figyeljenek, minden hangot gondoljanak át. Biztos, hogy csak nem azért akarom ezt játszani, mert olyan jó lesne. Mert akkor inkább nem. Akik vállalkoztak erre, volt akivel csináltam próbát előtte. Általában fél órás próba van. És körülbelül annyi megbeszélés megérkezett a Zsolt, hogy elmondom ezt, hogy mire kell figyelni. De több próbát nem is akarok. És különösebben más nem is érdekel, amikor egy zenésszel találkozom, csak ez. Szia! Gyere! A gyakorlat során kialakítja az ember a saját nyelvét ezen a hangszeren, amiben ugyanúgy benne van az, amit tanult a zenéből, vagy amit nem tanult, vagy amit ő maga már felfedezett, ezek mind átjönnek, átszűrődnek ezen, mint valami médiumon. És gyakorlatilag ez a fajta individuális, rendszeres tudás, amit így felhalmozol a hangszereddel való kapcsolatban, ez működik az improvizatív zenében, és ez nagyon izgalmas. És innentől kezdve bármi lehet az a hangszer gyakorlatilag, mivel te el vagy kötelezve. Tehát ne feledkezzünk meg a karácsonyi és a karácsonyi előadásról, díszek, ahol műfasszal brácsázott a mester. Az azóta is van, igen. Karácsonyi hangulatotnak. Kínai gyártmány. Az az érdekes, hogy én ezt tetszett nekem ez az effektus, mint egy népszerű effektus, és mindig, tehát néha céloztam arra, hogy talán megint kellene elővenni, de azóta sem lehet elővenni. És ez azt mutatja, hogy mennyire inventív vagyunk, tehát nem ragadunk le egy népszerű eszköznél, hanem hát mindig az adott pillanatnak megfelel. Ez a három zenész elkötelezte magát arra, hogy nem fogja játszani ugyanazt, mint egymást. Nincsen áztatás. Nem ázunk benne a jóba. Majd otthon, ha hazamész, fölrakod magadnak Miles Davis-t és ázol. De a mi esténken nincs, mi kalandozni megyünk. Mi megmásszuk minden este a K9-est, ami nem szórakozás, bocs, de nagyon izgalmas. Jó van? Persze. Ez egy örökös kutatás, ez egy kalandzene. Leginkább így lehetne mondani, vagy kalandhangok. Kalandozás, amiben az a lényeg, hogy nem már megint az legyen, ami volt, hanem gyerünk magasabbra, veszélyesebbre, nézzük meg ezt, hogy innen, ha leugrok, hova esek. Ez érdekel engem, hanem én nem is tudok mást. Hát én nem tudok zenélni, képtelen vagyok lejátszani a boci-boci tarkát. Belesülök. Gyárilag így lettem megcsinálva, hogy nem tudom azt csinálni, amit kell. Viszont erre találtam társakat, Sőrés Zsolt és az Oli Mayne. Kár, hogy nincs itt Oli. Igen. Why do you play in Noise Flowers? Why do you play with yes. Noise Flowers? Tell them the truth. I don't know. Because they're the best two free improvising musicians in Hungary, apart from you, Ernő, of course. Thank you, Oliver. That's it. That's it. Oli, and would you tell to the audience if you like the Beatles? Sorry, say it again. Do you like the Beatles? The Beatles?
course. Yeah, I love them, András, you know that. I fucking love them, they're the best band ever, right? Okay, köszi, Oli. Thank you, Oli. See you next week. Jó koncertet. Bye-bye. Bye. Ha lehet egy javaslatom, akkor tehát várjanak 10 percet, mert azért lehet, hogy megnyug, átalakul a lelkünk. De ha nem rezonál, nem baj. Nyugodtan el lehet menni. És ne érezze magát rosszul. Neki van igaza, de nekünk is.